mit végeztél Budapesten? Aztán kis kikerülővel elkeveredtél vidékre, tehát egészen más nézőpontjaid voltak magyarokról, Magyarországról, mintha itt lettél volna a fővárosba. De ugyanakkor minden nyaramat egy kis szabolcsi faluba töltöttem, több mint 2 hónap. Ez azt jelentette, hogy éreztem azt a kis falusi valóságot is, és vágyakoztam is. Nekem az volt a szabadság, meg a tisztaság, meg az emberség, a természet. 16-17 éves koromban Cseppelre jártam az Olvasó Munkásklubban, édesapám cseppeli munkás volt, és ott hallottam először Csóri Sándorról. Tamási Lajos, a Piros a Vér a Pesti utcán című versnek a költője, írója, ő vezette ezt az Olvasó Munkásklubot, és nekem nagyon nagy élmény volt megismerkedni Fekete Gyulával, Tamási Lajossal, másokkal, és azokkal a munkás emberekkel, akik közül Földesi József ma is él és ragyogó, és nagyon jó barátom. Ott hallottam először, de az igazi vers élményem, bár sok van bennem, az az anyám Fekete Rózsa. Szikrában, egy tanyasi iskolában tanítottam képesítés nélkül, és Juhász Marika, emlékszem a nevére is, ő mondta el úgy az anyám Fekete Rózsa című Csóri verset, hogy könyvbe lábadt a szemem, mert tudtam azt, hogy milyen körülmények között él. És szinte az édesanyjáról beszélt nekem ott akkor, és akkor éreztem, hogy az igazi vers az a valóság jegyese. Tehát, hogy abból táplálkozik. És hát Csóri bennem már akkor egy mítosz volt a 70-es évek elején, és ezt követően pedig sok olyan alkalom volt, amikor hogy közelebb kerültettem hozzá, és ez nélkül nem lennék itt a parlamentben. Nélküle nincsen akitelek. Bár ebben nyilván egy Bíró Zoltán, vagy Fűr Lajos, vagy Csurka István, Pozsga Imre és mások is ott vannak, de nélküle sok minden nincsen. Nincs az a kapaszkodó bennünk a 70-es, 80-as években, amikor a tilalom és a tűrés határán, egy szűk kis területen próbáltuk a személyes köztársaságát fölépíteni úgy, hogy kerestük a kapcsolatukat. És kis közösségekbe találtuk meg egy írólvasó találkozón, vagy egy vallási, egyházi kis közösségben kellett hozzá egy jó nagy tiszteletű úr, vagy egy jó plébános, vagy egy jó folyóirat, egy tiszatáj. Tehát ezek teremtettek ezen a tilalom és a tűrés határ kis területen közösségeket, és ebben az Ijés és Csóri Sándor, Nagy László, Fekete Gyula, ezek meghatározó személyiségek voltak. Mikor kerültél olyan közeli kapcsolatba Sándorral, hogy följártál hozzá a Kereti Kály utca, vagy tanácsot kértél, vagy segítségét kérted, vagy ti segítettetek neki? Hát 79 előtt a Fiatal Írók találkozója előkészületeiben kaptam tőle támogató figyelmet, segítséget Ijés Gyulától, és ő közvetített Ijés Gyulához. Ő vitte le Szervácius Tiborral. Igen. Így van. És hitelesített engem olyan emberek előtt, aki hát nem nagyon, nagyon nagy magasságokban voltak. De ott volt valami, betiltották először, hogy nem akarták engedélyezni? A Fiatal Írók találkozóját másodszorra sikerült, már 78-ban szerettem volna, sőt már 71-ben terveztem ezt, de akkor már hambába hult ötlet volt, de ragaszkodtam hozzá is, és aztán 79-ben sikerült. Hát akkor a megyei pártvezetésre voltak konfliktusait, ha jól emlékszem. Hát azok voltak, de érdekes volt támogató is. Tehát főleg fiatalok, akiket aztán hamar észhez térítettek, de kezdetben kaptam támogató figyelmet. Vagy legalább azzal támogattak, hogy nem akadályozták azokat az írólvasó találkozókat, könyvbarátok klubját, amit
szerveztem a 70-es évek elejétől folyamatosan 85-ig, amíg lehetőségem volt rá. És ebben többször ütköztem Csóvi Sándor miatt is, hiszen többször betiltották a találkozót. Jó, hát ő több megyéből ki is volt tiltva. Is volt tiltva. Tőletek is? Tőlünk is. Hát azt én nem tudom, hogy ez a tiltás nem jöhet be, de hogy találkozón nem vehetett részt. Hát ez volt a tiltás lényege, hogy már miért nem utazhatott volna át az országon, azt megtehette, de nem találkozhatott, nem tarthatott előadást. Úgyhogy ez teljesen... 79-ben a fiatal jégok találkozója után, 80 februárjában akkor akartuk az 50. születésnapját megünnepelni, és a kecskeméti forrásban megjelent volna egy Nomád értelmiségi című írása, amit ma is tartja magát ez a legenda, hogy 3000 példányba kinyomtattak, és a nyomdában állítólag munkásőrök zsilettpengével vágták ki, aztán nekem van egy példányom, amelyikben enyvel oda van ragasztva egy írás, a Csóri írás helyett. Csak ezt... egy probléma volt, hogy a tartalomjegyzékből elfelejtették törölni, és ott megmaradt, hogy Csóri Sándor egy Nomád értelmiségű. Ezt követően én találkoztam vele a Keleti Károly utcában, nagyon zaklatott állapotban volt, és szíve rendetlenkedett, és jól emlékszem arra, hogy egy üzenetet vittem Tollas Tibortól, Münchenből, és figyeltél is rám, meg nem is, éreztem, hogy valami nagyon nagy feszültség, el akartam köszönni, közben megment a vonatom hazafele fél hétkor, azt mondja, hogy kísérjem már el. Jó, hát van időm, persze, hogy volt időm, hogy azért bennem ott volt, hogy le fogom késni a vonatot, egy tehervonat, hogy fog hazamenni, reggel tanítok, meg a feleségem, hogy hát mit fog gondolni, hol vagyok. És akkor elindultunk, azt hittem, hogy egy rövid út, hát elindultunk, mentünk villamossal, busszal, megint villamossal, fogalmam sincs ma, nem tudom beazonosítani, de valahol Rákos Palotta. Tehát biztos Kelemenévához ő lakott ott. Ő lakott? Igen. Valahol és az... akkor már halálán volt. Igen, és oda ment. Oda nem mentem el a házhoz, de útközben már az elején szólt, hogy figyeljem, figyelnek bennünket. Végigkövettek bennünket. Hát őt végigkövették mindig. És ez a feszültséget próbáltam aztán oldani beszélgetéssel, de jól esett a bizalma. Igaz, hogy aztán lekéstem a vonatot, és egy tehervonattal egy vasutas könyörült meg rajta, mondta, hogy melyik vágányon megy Kecskemétre, aztán ott dekkoltam az állomáson hajnalig, hogy hajnali vonattal lakitelekhez mentem. Ezt követően is több találkoztunk, a gondolkodó székbe, a Keleti Kály utcában beültetett, és volt, amikor ő hozott támogatást Tollas Tibortól Karácsonyra, tudom én, 100 márkát. Nekem olyan nagy ajándék volt a gyerekeknek, hogy elképesztő. Vagy csempésztek át gyógyszert Erdélybe, vittem Csóri Sándornak, meg volt címkézve, hogy hova kell eljuttatni, meg kéziratokat és egyebeket. Tehát volt egy ilyen rejtett hálózat, érdekes, soha nem szakadt el ez a hálózat, és érdekes, hogy azóta, és ez egy jó érzés, ezek az emberek nem voltak besúgók, akikkel én, akár Tollas Tibor, Borbándi, Juhász Laci, ezek nem voltak besúgók. Mindenki máshol bizony kiderültek ferde dolgok, de ez jó érzés ma is, hogy Csóri körül is sokan voltak, akik aztán visszaéltek a bizalmukkal. Megnéztem, 69-en voltak. Azt. Hát én kaptam a én is. A magánbesugói. Igen. Kaptam én is, nem tudom hány oldalban, 1500 oldalt, de nem olvastam végig. A mestered ebben rád ver, mert neki 7000 oldala van. Szép. De ez tulajdonképpen visszaidézi. Hogy volt ez az esztergomi házépítés? Tulajdonképpen szerettem volna összehozni a színpadosokat, másrészt beszélgettünk, voltam kint nála,
és akkor láttam, milyen állapotban van az épület, és hogy nagy okosan, mert ugye akkor voltam én is túl, az öreg tanyát vettünk, ma is ott élek, és élünk, és Szilamon Szila dekorral lekentük, és akkor javasoltam nagy bölcsen, hát milyen jó lenne, és akkor mondtam, hogy ha kerjünk a színpadosokkal, szerveztük meg, feledhetetlen két nap volt, nagy élmény magad, azt hiszem a színpadosoknak is, a majsaiak jöttek segíteni, úgyhogy egy szép élmény magad. De több ilyen, hogy mondjam, találkozás volt, amikor betiltották az estet Lakiteleken, akkor ez volt október, lett volna október 24-e, nem 27-e, és november első napjára meghívtam ennek ellenére. És egy nagyon szép este volt magunk között. Tehát valóban azt próbáltam érzékeltetni, aminek ő a meghatározó személyisége volt, hogy nem vagyunk hajlandók szamizdatba lemenni. Nem vagyunk hajlandók föld alatt dolgozni. Nyíltan. Mi vagyunk itthon. Ez egy nagyon olyan alapelv volt, ami meghatározta nem csak az én életem, meg sokunk életét, hogy eljött az az idő is, meg vannak olyan eszközök, de az, hogy mi csak szamizdatba, nyugatról, Amerikából vagy, Nyugat-Európában nem. Igen, kapcsolat meg volt Tiborék, Tolas Tiborékkal, meg volt Püskékkel, Juhász Lacékkal, Szabad Európával, de elsősorban itt akartunk egy jó Tiszatájat, itt akartunk olyan közösségeket, irodalmi napjainktól kezdve a Kecskeméti Forrás és más folyamatokat. Hát ezek voltak a meghatározó lapok, az Alföld, a Tiszatáj és a Forrás. Igen, és ebben valóban minden lapszám élményforrás volt, és az ember kereste a sorok között a metaforákat, kereste a végolvasó találkozókon azt az egy mondatot, amit érdemes volt oda elmenni, és ez azért dolgozott, létrehozott egy olyan történelmi térerőt, amelyikben meghatározó személyiség volt Csóri Sándor. És a prózája az hogy hatott rád? Tudósítás a toronyból. Volt az első. Azt fogott meg nagyon. Kiskunhalom és nem tudom én, élmények hatására szinte egy új levegő volt, új gondolkodásmód. És hát az esszély, ez meg szóval nem lehetett elolvasni, hanem ezt mindig bele kellett olvasni. Együtt kellett vele élni, mondatokkal és fejezetekkel. Ma is így vagyok. Tulajdonképpen van, amikor leveszem, meg kell egy kis erő. Ugyanígy vagyok Illyéssel, ugyanígy vagyok Nagy Lászlóval. Ott is egy vers miatt föllapozom, és akkor megnyugszom, és igen, otthon vagyok. És tulajdonképpen ezt az otthonosság érzetet adta Csóri a maga személyiségével, és az állandó, mint a kezében parázs lett volna, vagy parazson jár. Szóval az állandó feszültségben, és mindig úgy éreztem a környezetében, hogy történik valami, és mi is történünk általa. Tehát ilyen sajátos kapcsolat volt, aztán a találkozók, a fiatal írók találkozója, de ilyen volt az antológia est, amelyiket 85-ben, október 22-én, és ez a költői sereg, amelyik megjelent verset mondott, és tombolt a közönség. De egy rockkoncerten lettek volna, több mint 400-an a művelődési házban. Fantasztikus hangulat volt. És a képeslapok, és azokat a képeslapokat azért csináltattam, mert ezeket röptettem, mint a kis repülőt. Aztán szétültem a világba, és azért csak egy Csóri vers, egy Illyé és egy Kányáti verset lehetett szétküldeni. Hogy egy helyről érkeznek ezek a képeslapok, egy üvé tartoznak. Legyen Münchenbe, Kolozsvárot, vagy éppen a Keleti Kár utca.
emlékszem, hogy Bíró Zoli lakásában voltunk, amikor elkezdték tervezgetni a saját találkozót, és mindenképpen Szárszóra oda akart a Posgai és Bíró Zoli Csúka. Mindenki Sándor ellenkezett egyedül, hogy nem Szárszó, mert Szárszó az Németh Lászlóéké, ők ezt lefoglalták, csak is lakiterek. De akkor még nem tudtál róla, hogy mi próbál a te fejedre szakadni. És akkor engem bíztak meg, hogy hívjalak föl téged, mert egy csak szünetbe lehetett az iskolába, ha jól emlékszem, és hogy gyere föl mindenképpen. És úgy jöttél föl, és akkor megkérdeztek, hogy vállalnád-e, és abszolút becsületedre legyen mondva, hogy egy szóra azt mondtad, hogy igen, felállítod a katonai sátrat. És így indult el 87-ben, aztán lakodalmi. Nem katonai, lakodalmi. Vagy lakodalmi. Lakodalmas sátor. Azt még rokon szembesen. Azért a katonai nem találat, mert a sátrat következő alakban szétverte a vihar. Igen, arra is tudom. Úgy volt, hogy egy katonai sátrat kapok a honvédségtől, ami hát az illető, azt nem tudom, mi lett volna a sorsa, bele, hogyha igen. Sikerül, illetve hogyha rá kényszerültünk volna. Főr Lajossal épp egy ellenzéki megbeszélésen voltunk, ahol én is éreztem, hogy semmi közünk hozzájuk abban a formában, ahogyan eszközként akartak bennünket használni, hitelesíteni. Olyan törekvéseket, amelyeket ott sem ismertünk meg igazán. És valóban 87-es találkozónak egy olyan politikai aranycsapat, így nevezem magam, egy politikai aranycsapat volt a szervezője, amelyik aztán 88-ban újra, és amiből aztán az MDF megszületett. Hát azon mi nem voltunk ott, emlékszem, mert az Egyesült Államokban szem két hónapot igen. voltunk akkor az Egyesült Államokban, és én hát Sándorhoz ugye érkeztek a rémhírek, ő megtelefonált rémülten haza, hogy mit csináltatok? Hát neki kiderült, hogy semmit nem csináltatok, csak a New York Times írt egyedet, mint ami történt. Hát igen, ráadásul szinte azonos időben, amikor volt a találkozó, tehát már előre. Másnap ez már megjelent. Ma is csinálják egyébként ellenfeleink, ellenségeink. És a Bíró Zoltán mesélte el, hogy ő beszélt Csóri Sándorral. Sándorral beszélt ő is, és Fürr Lajos is, mind a kettőket fölhívta. Igen, hogy mi történt, mit csináltatok lakiteleken. Nem csináltunk semmit, tehát itt volt Konrád Gyuri is, beszélt is. Igen. Hát mindegy, ezek azok a nagyon gyermetek politikai játszmák, amiket azóta is végig lehet nézni. Nagy élményem magad az Írószövetség története, amelyik 45-től három részből próbáltam megszólaltatni az egykor Írószövetségi vezetőket. Berecz János később leírta, hogy nem gondoltak arra, hogy 40 után 46 jön. 46 után 47, és 50 után 56 jön. A negyedik találkozót már nem engedték. Csóri Sándornak a könyvben is érzékelhetően az egészet fölvettem magnóra, és a hozzáállása, határozottsága az megint csak vezérfonala volt ennek a hát 85 és 86-ban is azokon az írószövetségi üléseket. Igen. 86-ban volt, amikor Berecz János leparasztréva iszta. Igen. Nekem megvan a szövege, a vázlat, amit ott írt, hogy miért is parasztrévai Berecz János. De 81-ben is nagy botrány volt, amikor a lengyelek igen. ugye bevezették a katonai diktatúrát kvázi. És a Lengyelország verset mondta el a Senkit barátot az antológia esten. Igen. És hogy milyen közönség volt, az egész országban jöttek. Az már egy előképe volt 85-ben az MDF-nek. Igen. Mert ez egy olyan címlista volt nekem, hogy fantasztikus, szinte föl lélegzett egy ilyen a közönség, amikor sorosan mondja, Senkit barátod. Tehát tudták a verset, pedig és gépeltük, ment. Tehát mi magunk Indigóval rengeteg verset, meg barátaink másoltunk és ültük szét.
New York Times-ban nem szokás verseket közölni. Sándornak ezt a versét első oldalon közölték. És amikor kint volt az Egyesült Államokban és Kanadában, Komjáti Aladár hívta át, de nem volt vízuma. És hát ezért ilyen kádárhuszárokat vízum nélkül nem igen eresztettek át, és ott a Niagaránál áldogáltak, hogy na mehet vagy nem mehet, és a vámtiszt nézegette, ez egy csóri, a költő, és mondta, hogy igen. És magának a verse jelent meg a New York Times-ban? Igen. Megkapta a vízumot, és mondta Sándor, mi azt mondta, mert én is lengyel vagyok. Ilyen a világ. Egyébként a 80-as évek elején, tehát amikor forgásból kimetszették az írását, akkor tanáriban a iskolai pártitkár oda jön hozzám, azt mondja, te valami csúri az ellenzék vezére. Te is meg, hát én csúrit nem. Csúri. Csúri Sándor téged. Ki az a Csúri Sándor? És elképesztő a butaság. És az, hogy ahogy azt mondja, neki azt mondták, hogy Csúri. Jöttek a elképesztő. És tulajdonképpen bennünket éppen Csúri versei hitelesítettek. Tehát amikor elkezdték, hogy Csúri Sándor ellenzék, és hát nem lehet írós, akkor emberek elővették a verses kötetét, anyám fekete, ez az ember, ez aki, anyám szavai, ez aki, és tehát ez. Nem írt politikai verseket. De alakította a politikát. Egész nemzettudatot, így van. Mi van olyan meghatározó emléked róla, ami végig kísér? Hát az, amikor ott aludt nálunk, az a rendszeretet, az a tartózkodás, és hogy hajnalba kísértem ki a buszhoz, és az úgy éreztem, mindig utom van, és soha nem ér el oda, ahova szeretne. Nyilván volt otthona, nyilván voltál te, nyilván volt környezete, de állandóan azt éreztem, utom van. És ez számomra egy sajátos élmény. Ratko Józsefnél éreztem ezt. Mikor voltam nála, akkor a földön voltak a könyvek. De mondom, nincs könyves polc. De mióta tervezett? 4 éve. Utom volt. Szóval ez a zaklatott környezet, ez fogott meg igazán. Hogy ebben kell valamiféle rendet csinálni, és ehhez pedig szervezkedni kell. És ebben ezt érezhette rajtam, hogy szervezkedünk, és de nem hebehúrgya módon. Tehát mindig a következő lépés, következő lépés. Tamási Lajos tanított meg engem 17 évesen, mondta, hogy ezt ne csináld, hogy kitágod az inget a melleden, és azt mondod, hogy ide lőjetek. Ezek olyan gazemberek, hogy oda is lőnek. És ez egy nagy lecke volt tőle is. És itt volt bennem szinte együvé tartozóan Tamási Lajostól, Csúri Sándor, és akkor mondhatnám tovább Csurka Istvánig. Mindeniknek volt valami olyan élményforrást jelentő adottsága, Csurkának a dramaturgiai érzéke, a politikában is aztán megjelent. Ez igaz, hogy néha megelőzte. Megelőzte azt az időszakot. A Csúriban volt egy sajátos ritmusérzék. Nem csak versben, hanem a közéletben is. Egy politikai ritmusérzék, ami számomra nagyon nagy hatása volt. És ugyanezt éreztem Bírgó Zoltánban, politikai szempontból. Fürr Lajosban történészként, nemzetpolitikai gondolkodásában, Fekete Gyulában megint azt, hogy képes volt olyan szintre emelkedni bizonyos területeken, hogy szociológusok, tudósokkal egyenértékű, ha nem határozottabb konkrétan és érthető helyzetjelentést vagy megoldást
javasolt. Tehát ez valóban egy politikai aranycsapat. És ebben Csóri erkölcsi, hogy mondjam, hiteles személyiség volt, és akit ő hitelesített, azokkal lehetett együtt dolgozni. Valamilyen tiltakozás volt benne, úgy kivonult az egész világból, és olyan elege is lett. Senkivel. Még a kisebbik unokámmal, igen, mert őt nagyon szerettem, mert kicsi gyerek, és az más. Viszont a művei azok beszélnek, és azok beszédesek, tehát azok élnek. Tehát ha valaki belelapozza Bagmék eszébe, ma is élő eleven. Tehát én ezen keresztül értettem meg sok mindent, akár a multikulti világból értettem meg sok mindent keleti világból, és ma is ugyanúgy érvényes, ahogy érvényes volt 30 évvel ezelőtt. Tehát ez egy ritka lehetőségünk ezzel élni. Egyébként 90-es évek után ugye feszültségek az MDF alapítói között is, és én úgy érzem, hogy tartoztam annyival akár a közös múltunknak. Meghívtad őket. Hogy ide, és parlament alelnökeként itt sűrűn találkoztunk. Havonta találkoztatok. Jó, igen, és jó érzés volt azt érzékelni, hogy a múltunkkal rendben vagyunk. Túltettük magunkat olyan konfliktusokon, amely konfliktusok egyébként nagyon durva dolgok voltak. Sándor, jól esett nekem az, hogy ő kiállt mellettem. Persze, ő 91-ben kilépett az MDM, és attól kezdve nem foglalkozott ezzel. De nagyon sok ütés is érte, úgyhogy nem csodálkoztam rajta, hogy elege lett. Azért el kellett jönni ennek az időszaknak, amikor valóban a neve az helyére került. A sorsa helyére szökkent. Petőfi fogalmazta, valóban a sorsa helyére szökkentette a politika is, ha úgy tetszik. És ez azért lényeges.